Köszöntelek titeket, drága nézőim! Újabb játék az Pintires nevű gyöngyszem került a szemünk elé, legalábbis az én szemem elé, és mint látható belecsöppettünk az igazi hardcore szállítmányozás mindennapjaiba, mert hogy hát egy ilyen, most pontos nevét nem tudom, a játékban a Type B-130 néven illetik ezt a járművet, hát egy ilyen faszállító jármű, és hát egy enyhén offroados terepen kell majd kisebb-nagyobb csomagokat, rakományokat szállítanunk, és látható, hogy hát azért eléggé nehéz megküzdeni a tereppel. Úgy gondoltam, hogy majd ebből a játékból fogok nektek pár adással szolgálni. Mindig megyek majd egy keveset, és meglátjuk, hogy meddig jutunk, és milyen kihívásokat tartogat nekünk a pálya. Mert hogy igen, hát bizony itt vannak kihívások. Magányosak vagyunk, sötét van, sár van, az út mellett nincsenek lányok, ugye már ilyen nagyon hardcore kamionos élet vár ránk. Csak mi és a járművünk van. És látható, hogy egyelőre egész jól haladunk, úgyhogy egyelőre meg is nyugodtam ebből a szempontból, mert hát kezdőkoromban azért kb. 5 méter után elakadtam a sárba, de hála az égnek felfejlődtem olyan szinten, hogy bizony tudok haladni a játékban. És hát majd meglátjuk, hogy meddig és hova fogunk jutni. Rögtön a legelején kezdtünk, azt hiszem vagy 1, 2, 3, 4, 5, 6, azt hiszem 7 vagy 8 jármű van, amit majd kipróbálhatunk. De egyelőre érjétek ezzel, hölgyeim és uraim. És hát amúgy ez egy nem valami izgalmas játék, de megmondom nektek őszintén, jobban el vagyok vele mostanában, mint akármivel. Lehet, hogy nem tudom, az a családapa élet teszi ezt velem, de sokkal, mit tudom én, nyugisabb. Na, megérkeztünk az egyik állomásunkhoz, ami egy ilyen fatelep akar lenni, és hogyha ide jövünk, akkor majd kiunlokkolódik nekünk egy újabb jármű, amit még egyelőre nem fogok kipróbálni, mert még nem ismerkedtem meg vele, csak ezzel a járművel ismerkedtem meg, úgyhogy egyelőre maradok annál, amit ismerek. Majd utána sikerül kitapasztalnom a többit, akkor majd rámegyünk arra is, úgyhogy ne izguljatok. És azt mondja, itt vagyunk a fatelepen. Egész pofás a játék grafikája, ahhoz képest nem is foglal sokat, úgyhogy már ezzel is bezalopta magát a szívembe, és marha jó a gépigénye is. Úgyhogy ez gyakorlatilag elmegy ez akármin. De itt valahogy ilyen óvatosba kéne átmenni, mert itt vannak ilyen alattomos sziklák. Igen, direkt írakták ide a készítők, hogy biztos, hogy fennakadjon benne a jármű, de hát hála a jó Istennek vagyok már olyan rutinos, hogy simán ide tudtam jönni. Mint látható, azért van itt nekünk egy-két paraméter megadva, és lehet látni a képernyő bal alsó sarkában, hogy mennyi üzemanyagunk van, mi van bekapcsolva, mi van kikapcsolva. Még annyi extrát tettem a kocsira, hogy van rajta lánc a keréken. Kicsit jobban kapar úgy a sárba. És íme a térkép, hát mint látható, hogy baromi sok minden nincsen itt nekünk kiunlokkolva, tekintve, hogy még az elején vagyunk. Úgyhogy csak annyi, hogy elmentem fáért, és valahogy el kéne jutnom egy másik állomásra, hát két helyre is vihetném ezt a fát, ha jól látom, de egy is se nagyon tetszik, mert hát olyan telep vár ránk, gyerekek, hogy készüljetek fel, öcsém, hogy itt nagyon halál lesz. Úgyhogy egyelőre én rafkós leszek, és arra megyek, amit ismerek, úgyhogy visszamegyek a garázs fölé, és hogyha úgy jól látom, akkor a garázstól fölfele vezet majd egy út, és akkor majd azzal próbálkozom meg, mert meglátjuk mekkora sikerrel. Na jó, van, azt hiszem kinézelődtem magam. Jaj. Még amúgy vannak ilyen kisebb-nagyobb fuel állomások elhelyezve, itt a főút mentén. Mondjuk azért az odajutása annyira egyszerű, mert bent van a fák között, és nem egyszer előfordult már az velem, hogy bizony beragadtam a fák közé. De miután sikerült, hogy nagyjából kismernem ezt a rövidke kis távot, úgy döntöttem, hogy visszamegyek a garázs felé, tekintve, hogy ez az egyik leglájtosabb része a dolognak. És akkor majd a garázstól fölfele indulunk el egy ilyen emelkedőn, és reményeink szerint majd azért tovább jutunk a célunk felé, ami még magam sem tudom, hogy micsoda, tekintve, hogy én is még új vagyok azért ebbe a játékba, csak már valamilyen szinten tudok benne mahinálni.
Félelmetes, félelmetes, hölgyeim és uraim, kérem szépen. És nézzétek, hogy túr felfelé, nagy rakományfával. Kurva jó. Kikerüljük azt a sziklát, igen, igen, jó van, királyok vagyunk. Ja, megint itt vagyunk a főúton, úgyhogy már csak túrnunk kell neki oda. Hát azért egy pár tonna fával megrakodva azért annyira nem ő meg, és sokkal rosszabbra számítottam, azt hittem, hogy totál elkaparja majd magát. Ezt képest tök jól haladunk. Mondjuk azt hiszem, most összkerék meghajtáson van a gyerkőcünk, úgyhogy ezért is kicsit könnyebb a dolgunk, bár nem vagyok benne biztos, mert még mondom, nem ismertem ki magam, de azt hiszem, hogy most összkerékes. De a fene tudja, hát... Vagy így egy kicsit, igen, így, ez határozottan lassabb. Ide mellett azért rendkívül megnyugtató. Visszük a fát. Tök király. De most komolyan mondom, vannak ezek a Euro Truck Simulator, meg a mit tudom én, ahol különböző szállítmányokat kell vinni közúton, de hát valahogy annak a varázsa az nekem nem jött át. A közúti közlekedés az olyan snasszamú is, de így telepen, öcsém, hát ez valami leírhatatlan. Ez nagyon jól megcsinálták ezt a játékot, az pedig még azért nincs is benne olyan sok minden, mert azt hiszem összvisz az egészben van vagy 5-6 térkép, meg az a 8 jármű, de olyan tök jól áll vagyok valahogy, pedig nincs nagy sikerélményem, mert általában elkaparom magam mindig valahol, de majd látni fogjátok is én, hogy itt azért, ez még nagyon lájtos terep a következő pár száz méterhez képest. Ja, menjél! Az emelkedő azért nem mindig tesz jót neki, látható, hogy végig egyesben vagyunk jóformán. De legalább haladunk. Lassan, de biztosan. Úristen, emberek, úristen! Menjél! Még felborulni még nem igazán sikerült, de volt egy-két ilyen rizikós rész. Olyan trükköket meg lehet csinálni, ezekkel nem is gondoltátok volna. Na, gyerünk, már lassan itt kéne legyünk a garázsnál. Meg ja, amúgy itt változik az időjárás is. Hát most nem csak az időjárás, Na, azaz, kijutottunk a gödörből. Nem csak az időjárás, hanem még a napszakok. Már most éjszaka van, de amúgy majd rám fogunk viradni. Hamarosan. Na, feltűnt a garázs a távolba. Van Isten. Ó, itt legalább jutunk egy kis üzemanyaghoz is, mert a garázsnál visszatankolódunk automatikusan. Aztán majd megyünk tovább az utunkra. Hús, elcsém, menjél! Ez az, kóly, ez kikapar a kerék! Rohadj, jó! Na, fel is tankoltunk. Hát most nem csinálok semmit, mert minek, és akkor nézzük meg itt a térképet, tényleg ott van az út. Azt mondja, jó felé nézek. Na jó, hát akkor próbálkozzunk meg vele. Jaj. Drága lányok és fiúk, hát mondjátok meg nekem, van ettél izgalmasabb játék? Komolyan mondani, én az FPS világában jöttem, de hát ez valami hihetetlenül jó. Ó, és itt tök jó az út is, úgyhogy most fogok haladni, legalábbis remélem. Már csak az a kérdés, hogy meddig lesz ennyire fasza. Menjél, kicsikém, menjél. Isten. Menjél. Ha nem egy idegbeteg tempó, tehát azért nem egy Need for Speed, de... Ez ahogy megyek át. Na jó, van, nézzük, mit tud a kicsike. Menjél! Gyerünk! Azt a kurva! Menjél! Ne ásd el magad! Ki fogsz jutni? Menjél, kicsikém, menjél! Úristen! Misáron megy ez keresztül, te jó ég! Ne borulj fel! Ó.
Aztán most bajok lesznek, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Egy kicsit úgy megakadtunk. Na, ajá. Láttam itt azért kraftolni. Van még benne szufla. Ah, ne borulj fel, csak ne boruljál fel, mert akkor nem tudok veled mit csinálni. Kis tolatás. Igen, tolatunk, azt nem hisz előre. Még úgy tudunk mahinálni, hogy ide-oda jobbra-balra kormányozunk, és az első kerékkel egy kicsit tudunk túrni a sárba. Ez nagyon hülyén hangzik, de amúgy tényleg. Néha ezzel eredményt tudunk elérni, úgyhogy egy kicsit arra szolgatunk előre, mint ahogy a képen is látszódik. Úristen, mit művelek én? Menjél! Gyerünk, csak pár milliméter, az kint vagyunk. Menjél! Jézus ereje! Öcsém! Mindjárt elásom magam élve. Gyerünk, gyerünk, ki fogsz jönni? Áááá, ne borulj fel! Hú! Most mi csináljak? Ajjaj! Egy kicsit olyan megviselt a drága, oh, visszamentünk, jó van. Mindenütt legjobb, de legjobb a földön. Na? Áááá! Gyerünk! Gyerünk! Menjél fölfele! Igen, kicsit hátra tolattuk, most megint megpróbálunk lendületből nekiindulni. Menjél! Aha! Félelmetes. Hogy gondold el ezt a valóságban, hogy megborulsz-e a kamionnal, vagy nem? Még olyan hülye nagyot nem puffannál, de azért biztos jó. Itt a sár kellős közepén, mi volt ez a puffanást is, hallottátok? Lehet, hogy már gorul le a hátamról a fa. Azt a kurva! Menj föl! Hát az kiutok, ezt ki fogok jutni! Ez az a kurva jó! Hát öcsém, nincs még egy ilyen autós játék a földön, szerintem. Hú, na, menjél drága, kijutottunk, jó van. Belekerült egy 5 percünkbe, vagy 20 liter gázolajba, de na, kint vagyunk a sárból. Mehetünk tovább, folytathatjuk az úrunkat, most már nincs előttünk semmilyen akadály, amit ne tudnánk átmenni. Hú, hát ez azért az emelkedő, ez megint beteszi nekem egy kicsit a kaput, de hát na, legalább az úgy jó. Jó lenne már valahogy felderíteni a térképet is, mert eléggé zavar ez a sok sötét zug. Na jó, ha megyünk tovább, itt megint van egy kis sár. Muszáj, hát most már belemegyek, ha az előzőből kimásztam, akkor más lesz akkor a nagy akadály. Menjél drága, menjél! Isten vagy, Isten! Átmész te mindenen! Jézus ereje, azt a kurva ege! Na, most csináld meg ezt egy Suzuki-val, öcsém! Mondjuk a Suzuki-nál az az érdekes, hogy neki van egy kis busza, a Suzuki Carry. Azzal szoktam röhögni, hogy kb. Olyan széles, mint egy sima összemélyes személyautó, de 6 személyes. Hát ez mi durva? Sőt, kisebb, mint egy személyautó, csak a magassága egy kicsit nagyobb. Tiszta cuki az amúgy. Láttam egyszer egy ilyet élőben, mert amúgy a szomszédunkban parkol egy. De hát azért egy ilyet? Nem zabálnál meg a gatyámat, biztos, hogy beruháznék egy ilyenre. Na, és egész jó az út, úgyhogy hamarosan meg fogunk érkezni valahová, csak az a kérdés, hogy mit rejteget még nekünk ez a térkép. De szerintem hamarosan ki fog ez derülni, és elkezdett virradni, hogyha észrevettétek, már nincs annyira sötét, és egyre nagyobb a látó távolság. Ó, és itt elkanyarodik az út. Ajaj. Ojjoj. Nos, hölgyeim és uraim, úgy látom elérkeztünk egy folyóhoz. Hát legyen mára elég ennyi, találkozunk a következő epizódban.